a Kijev elleni rakétatámadás során megrongálódott az Ohmadit gyermekkórház, ezért most nagyon fontos, hogy a világ ne hallgasson róla, közölte Volodymyr Zelenszky elnök a Telegram csatornáján. Nem lehetséges, hogy Oroszország nem tudná, merre repülnek a rakétái, és teljes mértékben felelnie kell minden az emberek ellen, a gyerekek ellen, általában az emberiség ellen elkövetett bűneiért, hangsúlyozta Zelenszky. Továbbá kiemelte, hogy a kijevi Ohmadit gyermekkórház nem csak Ukrajnában, hanem Európában is az egyik legfontosabb, kizárólagosan gyermekkórház, amely több ezer gyermek egészségét mentette meg, és hozta helyre. Most a kórházat megrongálta egy orosz csapás, emberek vannak a romok alatt. A sebesültek és halottak pontos száma jelenleg nem ismert. Most mindenki segít a romok bontásában. Orvosok, hétköznapi emberek, zárta le Telegram bejegyzését Volodymyr Zelenszky. Az orosz terroristák hétfő reggel és délelőtt több mint 40 különböző típusú rakétával támadták Ukrajnát, közölte Volodymyr Zelenszky elnök a Telegram csatornáján. Zelenszky posztja szerint az oroszok átfogó támadást hajtottak végre Kijev, Dnipro, Krivij Rih, Szlavjanszk, Kramatorszk ellen. Az ellenség összesen több mint 40 különféle típusú rakétát használt, ami következtében lakóépületek, infrastruktúra és egy gyermekkórház rongálódott meg. Ezen létesítményeknél megkezdődtek a mentési munkálatok, és minden szakszolgálat a helyszíneken dolgozik. Az egész világnak minden eltökéltségét be kell vetnie annak érdekében, hogy végre véget vessen az orosz csapásoknak. Putyin a gyilkosságot jelenti. Csak együtt tudunk valódi békét és biztonságot teremteni, hangsúlyozta Volodymyr Zelenszky. Kárpátalja idén több 10 millió eurót kap az EU-tól olyan infrastrukturális projektek megvalósítására, amelyek az egészségügy prioritásaira, a környezetvédelemre, a szennyezés csökkentésére, valamint a határmenti régiók közötti közös kezdeményezésekre épülnek, főként a biztonság területén, közölte Facebook bejegyzésében Viktor Mikita, a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció vezetője. Ezek a Kárpátaljai Régió Regionális Fejlesztési Ügynöksége, az OVA Euroregionális Együttműködési Osztálya és a Megyei Tanács hatékony munkájának eredményei. Régiónk az Európai Unió által finanszírozott Interreg Huskroa programon belül a kiválasztott pályázati projektek számát tekintve élen jár, közölte Kárpátalja kormányzója.